jövök hozzád e nemzetért, a magyar népért könyörgök. Add, hogy megtaláljon téged, s megláthasson a problémák között. Uram, jövök hozzád a nemzetért, a magyar népért könyörgök. Add, hogy megtaláljon téged, s megláthasson a problémák között. Bocsásd meg védkeinket, gyógyítsd meg sebeinket, Szent Szellem, söpörj végig az országon, hozd az ébredést és a felüdülést. 8 évvel ezelőtt érkezett Romániából úgy, hogy alig tudott magyarul, még kommunikálni se tudott, és ma a parlamenti imacsoport vezetője. Ugye igaz az, hogy Isten mindig a legkisebbeket választja ki. Igazából ez természetfölötti módon kezdődött, amivel Isten csodákra képes. Hát ő volt az, aki megnyitotta az ajtókat a parlamentbe. A Bibliából egy idézet, ami az 1 Timoteus 2.1.4-ben van írva, hogy arra kérlek mindenek előtt, tartsatok könyörgéseket, imádságokat és esedezéseket minden emberért, és legfőképpen a királyokért, és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljetek, teljes istenfélelemben és tisztességben, mert az az Isten akarat, hogy minden ember megtérjen és eljusson az igazság megismerésére. Ez az idézet mindig is számomra nagyon fontos szerepet játszott az életemben, de egy idő után úgy éreztem, hogy Isten sokkal konkrétabban szeretne, hogy imádkozzunk, ne csak általánosságban, hanem sokkal személyesebben. És akkor egyből jött a kérdés, hogy de hogyan? És akkor indított Isten engem, hogy keresek föl vezetőbeosztású embereket, és személyesen megkérdezem tőlük, hogy miért imádkozzam az ő életükért és a munkájukért. Ez hogy történt, hogy oda ment egy vezérigazgató, bekopogott, és azt mondta, hogy Baric Dezső vagyok, Isten küldött, imádkozom, ha érten? Természetesen a kezembe vittem mindenhova ezt az idézetet, kimásolva a Bibliából, és erre az idézetre hivatkozva mindenhol, és mondtam, hogy szeretnék értük imádkozni ennek az igének a hatására, és meglepetésemre nagyon sokan fogadtak. És egyszerűen elmondták, hogy mik azok a problémák az életükben, amire megoldást várnak? Igen, ez nagyon érdekes volt, hogy a legtöbb helyről azt a választ kaptam, hogy végre valaki nem azért keres, hogy szidjon minket, és hogy átkozzon, vagy kérjen, hanem hogy támogatni szeretne bennünket. Göncz Dániel, aki ugyancsak Isten indítására, és ugyancsak erre az igére, idézetre a Bibliából alapozva indított egy imacsoportot a parlament előtt, még 1998-ban, ő lelki pásztor? Igen, ő lelki pásztor. És felekezetközi imacsoport lett ez, ahol 10-15 felekezetből jöttek össze minden péntek reggel, és imádkoztak az országért és a vezetőinkért. Annak idején, amikor indult ez a csoport, akkor pont választások előtt volt az ország, és egyrészt imádkoztunk, hogy ennek az országnak azok legyenek a vezetői, akiket Isten ott akar látni. Másrészt, hogy mindegy, hogy kik lesznek ott, nekünk ez a feladatunk, felelősségünk Istentől, hogy ez az ország ránk van bízva, és ennek az országnak a vezetői is, az egész népünk. Úgyhogy konkrét ezekért a témákért imádkoztunk. Miért hálaadó imanap ez a nap?
Azért, mert mi minden alkalommal, amikor a parlamentbe találkozunk, akkor hálaadással jövünk össze, és hálával kezdünk. Mindegy, hogy milyen kormány van ott a pozícióban, akkor is hálát adunk az Istennek, mert nincsen más hatalom, egyedül csak Istentől. És ez a feladatunk. Ezek a vezetőink annyi, ezt már hallottuk, annyi átkozódást kapnak, és a világ annyi szídja őket, akkor mennyivel inkább nekünk, keresztény emberek, ha azok vagyunk, áldani kell őket. És imádkozni értük. És erre buzdít bennünket a Filippi 4:6-tól is. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ezért szoktunk mi hálával kezdeni minden alkalommal, mert ettől függ az, hogy mi lesz, milyen lesz az eredménye, milyen lesz a, hogyan tudjuk befolyásolni a vezetőinknek az életét. És hát nem utolsó sorban ez az ige ennek a parlamenti imacsoportnak a mottoja, ezt az Istentől kaptuk, és körülbelül 3 éve biztos a gyülekezet emlékszik, amikor az Úr ezt az igét nagyon a szívemre tette, és vezető embereket elkezdtem keresni, és hogy imádkozzunk értük. Én úgy érzem, hogy az volt egy nagyon fontos kezdeményezés, de annak a gyümölcse ez a parlamenti imacsoport, akik most konkrétan, kifejezetten név szerint a vezetőinkért. És mindig név szerint imádkozunk, és nem utolsó sorban az aktuális problémákért, amik akkor azon a napon, amikor ott vagyunk, hallva a híradót vagy a tévét nézve, azokért is szoktunk imádkozni. A parlamenti imacsoport nem felekezeteket képvisel, nem magunkat képviseljük, hanem egyedül Jézus Krisztust. És ezt minden alkalommal kihangsúlyozzuk, mert minden alkalommal vannak új emberek. Körülbelül 20 közösségből vagyunk, úgyhogy emiatt nagyon nehéz lenne magunkat képviselni, mert mindenki másképp képviselne saját magát, még a gyülekezetét. Úgyhogy emiatt Jézus Krisztus képviseljük, aki a közös bennünk, és aki létrehozta ezt az imacsoportot. Havonta egyszer szeretnénk, és már volt rá példa az elmúlt hónapban, egy ilyen nyílt alkalmat szervezni, amikor más testvérek, más emberek is részt vehetnek ezen az imacsoporton. Egyrészt azért, hogy jobban megismerjék a munkánkat, meglássák, hogy hogyan is működik ez az imacsoport, és szeptemberben volt egy ilyen alkalom, körülbelül 100-an voltunk, és nagyon csodálatos alkalom volt, és ilyenkor egy parlamenti látogatással összekötve, hogy jobban megismerjük a parlamentet, a politikusoknak a munkáját, és tényleg csodálatos azok a visszajelzések a testvérektől és hitetlen emberektől, hogy mennyire megváltozott a hozzáállásom, amióta imádkozom az emberekért, vagy amióta hallom, hogy vannak, akik imádkoznak a vezetőinkért, megváltozott a hozzáállása. Nem a politikához, mert mi nem politizálunk. Mi egyedül csak azt a lehetőséget kaptuk a parlamentbe, hogy imádkozzunk, és ezt tesszük. És bennem is nagyon sokat változott a hozzáállásom a politikusokhoz, akikkel nap mint napot találkozom. Tudom szeretni őket, tudom, nem teher az, hogy nekem imádkozni kell értük. Aki hisz, az erre lesz, nem életet nyer.
Urunk, köszönjük neked azokat, akik engedelmesek ennek a nagy meglátásnak, felismerésnek. És imádkozunk a mi testvéreinkért, hogy áld meg az ő törekvéseiket. Segíts, Uram, hogy az az hit, amit te adtál nekik, az megtörhetetlen legyen és győzelmes abban, hogy példák lehessenek a te követésedben a mi parlamentereink, hogy a mi országunk vezetői tudjanak engedelmesek lenni neked, felismerve, hogy milyen tökéletes és egyedüli út vagy mindannyiunk számára. Köszönöm, hogy együtt lehetünk ezen a délelőttön. Kérünk, hogy áld meg az igét, áld meg a bizonyságtételeket. Amen. A nagyszüleimtől rengetegszer hallottam annak a bemerítésnek a történetét, ami a II. Világháború végén a debreceni baptista gyülekezetben történt, ahol a medence szélén együtt térdelt az orosz katona, a német katona és a magyar katona. És Potsdam előtt megvalósították a II. Világháborút lezáró békét. És ahogy Isten népe akkor ott egy tudott lenni a medence partján, ennek egy bizonyos vetületét érjük át nap mint nap, és hétről hétre a parlamentbe az ima csoportnál. Mint ahogy a felolvasott igénél is mondták, a Bibliában benne van, hogy tartassanak könyörgések az ország vezetőjéért, független attól, hogy milyen társadalmi viszonyok között élünk. Isten ezt a gondolatot nagyon sok kereszténynek a szívére helyezte szerte a világon, és ez két formában történik. Ahogy az internetes kalandozásaink révén tudjuk, nagyon sok országban működik a parlamentben egy imacsoport, illetve működik egy imahegy. Általában az ország legmagasabb pontja, és ott ugyanúgy összegyűlnek az emberek, hogy az ország vezetőjéért, a kormányért imádkozzanak. A magyar parlamenti imacsoport 98. augusztusában alakult, és a magyar parlamenti imahegy pedig 98. novemberében. Anélkül, hogy tudtunk volna egymásról, és anélkül, hogy tudtuk volna, hogy egy nemzetközi dolognak a részeseivé vagyunk. Istennek a közvetlen utasítására elmentünk, hogy az ország legmagasabb pontján, ami Kékestető, egy hétvégét eltöltsünk, és a kormányért imádkozzunk. Ez tavaly november 7-én történt meg először, ehhez szükségünk volt egy jó kis szállásra, és bár életünkben először és ismeretlenül mentünk be a magyar válogatott edzőtáborába Mártaházán, ami egy háromcsillagos szálloda, olyan jó indulatot kaptunk az úr által, a szálloda igazgatótól, hogy mikor megtudta, hogy milyen célból akarunk oda menni, azt mondta, hogy az egész szállodáját 40%-os áron a rendelkezésemre bocsátja, egy feltétellel, ha az egész szállodát kibérelem imádkozás céljára. Úgy gondoltam, hogy jaj, uram, mi lesz most, és megkérdeztem, hogy hány ágya van a szállodának. Mondta, hogy 120, és azt most nekem mind ki kell bérelni, azt mondta, hogy igen, a különben nem érvényes a kedvezmény. Kibéreltem hitből, és azóta most már az 5. alkalommal fogjuk megszervezni a imahegyi együttlétet, most november 26-án és 27-én. És ezeken az imahegyi együttléteken fantasztikus dolog történik. Azt tesszük, amit a parlamentben is, akkor még csak úgy tudtuk megszerezni a kormány névsorát, hogy a magyar közlönyből kifénymásoltuk a magyar kormánynak a névsorát, és az összes politikai és közigazgatási államtitkának a nevét, és aki ott volt Mátraházán, az mind húzott egy nevet és imádkozott azért az egy miniszterért, vagy azért az egy államtitkárért. És nagyon sok visszajelzést kaptunk az úrtól, hogy amiért imádkoztunk, pozitív dolog. Körülbelül áprilisban tudtuk meg, hogy a parlamentben ugyan egy hasonló munka folyik, és azóta ez a két dolog együtt megy, együtt csináljuk. Ahogy itt az ige mondja, nem csak a vezetőinkért, hanem áldjuk és könyörögjünk népünkért, mert a népünk is meg kell, hogy induljon, hogy áldja és imádja az Urat, és könyörögjön az ő vezetőiért, hogy jól menjen sora, mert a magyar népben bizony sokszor megvan, hogy azért válassza meg vezetőit, hogy legyen kit átkozni, és ez visszahullik rá.
és ezért kell nekünk könyörögni, hogy meg tudjuk áldani, ott legyünk az Úr előtt, hogy minden szavunkkal fölemeljük a magyar népet hozzá. Isten áld meg a magyart, ez a mi imánk. Csodálatos a mi imánk, könyörgés az Úrhoz, de könyörögjünk a fiataljainkért, és csodálatosan cselekszik is az Úr, amiről nekem bizonyságot kell tennem. Mert az oktatás ügyben már ott van Szabó László, nem nevet akarok fölemelni, aki Isten félelemmel töltött be az Úr, hogy az oktatás már kiviszi a Bibliát a középiskolákba. Ezért kell nekünk könyörögni, ott lenni, és nekem azt adta az Úr, az 1 Timóteus 5-5-öt még az 1-2-ből, az 1 Timóteus 2-ből mellé, hogy könyörögjetek minden emberekért, azt is adta, hogy özvegyasszony 60 felett egész nap könyörög, egész nap imádkoz. Ez a feladatunk, és biztos van közöttetek is, aki magános, akinek megvan a lehetősége, hogy egész nap az Úrral járjon, és könyörögjünk népünk vezetőiért, hogy egységben tudjanak lenni. Isten félelemmel töltse be a szívüket az Úr. Ezt kérem én tőletek. Erről kellett nekem bizonyságot tennem, mert az Úr erre hívott el, és azt mondja, nem ti választottatok engem, hanem én, hogy elmenve a széles világra gyümölcsöt teremjetek. És ezért imádkozunk, hogy mindenki gyümölcs legyen. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szelídség, jóság, szívesség, mértékletesség. Áldom az én Uram nevét, hogy itt szólhattam hozzátok. Jézus nevében, mindörökké. Amen. Uram, jövök hozzád e nemzetért, a magyar népért könyörgök. Add, hogy megtaláljon láthasson a problémák között. Bocsásd meg vétkeinket, gyógyítsd meg sebeinket. Szent Szellem, söpörj végig az országon, hozd az ébredést a felüdülés. Fekete Imre vagyok, a Élőige gyülekezetében szolgálok, és egy nagy nemzetközi missziós szervezetnek vagyok a magyarországi vezetője. Azt mondja Isten igéje, hogy a kettős bizonyságot mindenképpen megáll, maga Jézus mondta ezt. Tehát az Ótestamentum bizonysága és az Új Testamentum együtt egy nagy bizonyosság. Ézsaiás könyvében van egy ige, eltávozott a jogosság, az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán. Az egyenesség nem juthat be, a hűség hiányzik. Látta ezt az Úr, és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincsen. Látta, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbejáró. És ezek után fölvetődnék az a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e közben járni, mert tudjuk azt, hogy maga Jézus Krisztus a közben járó Isten és ember között, de ezt a szolgálatot is közben járó imának nevezik. És az Isten igéjét tovább vizsgálva Dániel próféta könyvében, Dánielnek az élete bizonyítja, hogy igenis az Úr fülei azok ma is nyitva vannak, nem süketek az Úr fülei, és ma is meghallja, ha valaki az Úrhoz imádkozik. Orszámat az Úristenhez emelém, és keresém őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban. És még imádságomat mondom, és ama férfiú Gábriel sebességgel repülvén megillete engem az estvéli áldozat idején. És mondta Dániel, most jöttem, hogy értelemre tanítsalak, a te esedezésed kezdetén szózat támadt, és én jöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Tehát Isten igéje azt mutatja az Ószövetségben,
hogy igenis, ha igenis kedves az Úr előtt az, amikor a Isten népe, így hiszem, hogy a parlamenti imacsoport is, amikor az Úr előtt imádkozik, ennek a nemzetnek a jövőjéért, jelenéért, jövőjéért, ennek a nemzetnek a vezetőjéért. Jézus, aki a főpapi imájában, aki föltekintett az égre, föltekintett. Amikor mi közbejáró imába imádkozunk, azt jelenti, hogy lelki, szellemi értelemben feltekintünk mi is az égre, ahol az Atya jobbján a Messiás Jézus Krisztus ül, és hiszük, hogy Isten meghallgatja ezeket az imákat, amikor mi imádkozunk az ország gazdasági, politikai és szellemi vezetőiért. Azon kívül nagyon fontosnak tartom még akkor is, hogyha parlamenti imacsoport vagyunk, hogy imádkozzunk Isten népének egységéért. Mert ha Jézus ezt fontosnak látta, mert a főpapi imában háromszor is meg van említve az ő népéért való egység, tehát Jézus háromszorosan is imádkozott az ő népének egységéért, akkor ez nagyon nyilvánvaló, hogy nagyon fontos. A János evangélium a 13. rész 34-35. Versben van az az ige, hogy arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha egymást szeretni fogjátok. Tehát az ismerethez hozzátartodik, hogy ez a nemzet megismerje Istennek a dicsőségét, hogy az Isten népe demonstrálja ezt az egységet a Szentlélek által egybeszerkesztve. Pál apostol is azt mondta, hogy arra törekszem, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Ez a legcsodálatosabb dolog, amit az ember átélhet az életében. Számomra legalábbis ez a legcsodálatosabb, és én tudom, hogy a politikai, gazdasági vezetőknek is nagy szükségük van arra, hogy az Úr ismeretére eljussanak. Gyakorlatilag mit jelent a parlamenti imaóra annak a számára, aki meg sose hallotta? A parlamenti képviselők számára ad egy lelki támaszt, tehát ők mehetnek oda imádkozni, vagy pedig ti imádkoztok őértük? Egyrészt mi imádkozunk értük, ez a célunk, és ez az imacsoportnak a lényege, hogy mi imádkozunk a vezetőinkért, de teljesen nyitott ez a csoport mindenki számára, és van rá példa is, hogy egy-egy képviselő, vagy politikus, vagy házdolgozója bennit is részt vesz ezeken az imaórákon. Azt hallottuk az ige hirdetésben, hogy több képviselő szólt, hogy ilyenkor lehet érezni, hogy megváltozik a parlament szellemisége. Egyfajta áhítat van kint a parlamenten kívül, egy református templomba, egy másik áhítat bent a parlamentbe is, mindkét helyen politikusokkal vagyunk együtt. Hát talán említeném a kinti alkalmat, ahol kormánypártiak vannak, kormánytagok vannak. Stumpf István miniszter úr, aki nagyon kedvesen fogadja a csoportot, és örül ennek a támogatásnak. Talán a miniszterelnök is, aki nagyon pozitívan reagál, a miniszterelnök főtanácsadója, a Semjén Zsolt egyházi államtitkár, aki nagyon örömmel üdvözli ezt a csoportot, és örül ennek a kezdeményezésnek, és hát sok más politikus, akik örülnek nekünk, és mindig mondják, hogy ez fontos, és tegyük továbbra is. Elmondható, hogy ez egy olyan pont, ahol a kormánypártiak és az ellenzék mindig egyetért? Azt hiszem, hogy el fogunk jutni odáig, hogy mindig egyetértsenek. Talán még most jelen pillanat ez nem mondható, mert annyira nem ennyire színes ezek a csoportok, de van rá példa, hogy ellenzék és kormánypárti együtt van az áhítaton, és igenis egyetértenek. Thank you.
Tudomásom szerint a IMA csoport kezdeményezésére minden parlamenti képviselő és parlamentben dolgozók kaptak Bibliát. Jól tudom ezt? Szóval nem a csoportnak a munkája volt ez. A csoport nevén szerepelt ez a dolog. Igen, kaptunk egy olyan lehetőséget. Egyrészt, hogy ingyen Bibliákhoz eljuttottunk, és húsvét alkalmából gondoltuk azt, hogy milyen szép ajándék lenne, hogyha minden képviselő ház dolgozója kapna, és hát meglepetésünkre egy olyan 2-3 ezer Biblia elfogyott rövid időn belül, de ez a mai napig is tart ez az osztogatás, mai napig is jönnek Bibliákért, akik még nem kaptak. Tudnál valamit mondani arról, hogy milyen hatása van ennek az IMA csoportnak, esetleg valami visszajelzést, ha megemlítenél? Többen jelezték, hogy igaz, hogy őket nagyon nagy támadás éri, hogy engedélyezték ezt az IMA csoportot, hogy bent legyen a parlamentbe, de számukra áldás. És többen a házvezetőség részéről mondták ezt. Azon kívül egyszer-egyszer betéved egy képviselő vagy házdolgozó, többen jöttek és kértek hangkazettát erről a IMA csoportról, az énekekről, mert hát megy a híre, sokan hallják a parlamentbe is, és hogy szokatlan számukra egyrészt, mert valószínűleg templomban nem ilyen stílusban hallják a isteni dicséretet, és hát mi próbálunk ennek eleget tenni mindig. Egyformán imádkozunk mindenkiért, mindenkit tisztelünk és szeretünk, mint Istentől kapott vezetőket, és ezt tiszteljük bennük, hogy ők a mi vezetőink, és az a minimum, hogy ha jót nem tudunk mondani róluk, rosszat nem mondunk, viszont Istenhez mindig hálát adunk értük, és hálával fordulunk Istenhez értük. Tudjátok, hogy a múlt századnak az idején a finn nép, a mi rokon népünk, szinte belefulladt a pálinkába. Végzetes helyzetbe került. Isten támasztott egy paraszt prófétát, akit elküldött a lelkipásztorokhoz, rázta, szinte Nehémiásként rázta a lelkipásztorokat. És a Ruth Salainen Pál nevű parasztprófétát Isten fölhasználta arra, hogy ébredést munkáljon a finn népnek az életében. Ez a kicsi, alig 4 milliós nép, óriási bizonyságokat tehetett már arról, hogy mit jelent egy nép életében az Úrnak a megtartó ereje. Az első világháború után, amikor az egész világ adósa maradt az Egyesült Államoknak, az Egyesült Államok egymás után szólította föl a gazdasági gapnek az idején, a depressziónak az idején az államokat, még Angliát is, hogy fizesse vissza az adósságát, mert ő is nehéz helyzetben van. Még Anglia is, hogy kimeneküljön ebből a helyzetből, egy időre felfüggesztette a kapcsolatait. A többiek pedig nem is reagáltak. Egyetlen nép fizette vissza az adósságát, Finnország. Erre összeült az amerikai szenátus, és hozott egy döntést. A finn nép legalább elvileg az angol-amerikai nyelven azt kell, hogy jelentse becsület, és arany becsület diplomát ajándékozott az amerikai szenátus a finn népnek. És emögött az arany diploma mögött Ruth Salainen Pál, a paraszt próféta élete munkált, és ő benne Isten igéje. Adja az Úr, hogy a mi népünk karakterét Isten igéje formálni tudja. És higgyük el, hogy az Úr nem szűken fizet
azoknak, akik engednek néki. Istenünk, Atyánk, áldunk téged a te igédért, és köszönjük, hogy ez az ige arra tanít bennünket, hogy boldog az a nép, amelynek te vagy az Istene. Boldog az a nép, amely téged tud dicsőíteni és dicsérni. Boldog az a nép, amely hozzád tud imádkozni, és a te vezetésedet tudja kérni az ő életére. Atyám, szeretnénk ilyen boldog néppé válni. Szeretnénk, hogyha ez a magyar nép boldog nép lehetne. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztusért. Amen. Hozd az ébredést és a felüdülést.